a Tisza-tó télen kevésbé ismert arcát mutatja, hiszen ilyenkor a környező földek öntözése és egy esetleges áradás érkezése miatt egy méterrel lejjebb engedték a csodás tavat. Stábunk Abátszalókon járta, forgatás idején be volt fagyva a tó, de életveszélyes volt a jégre lépni. Jelenleg olyan 4-5 cm a vastagsága a part menti területeken. Ott már a hétvégén voltak, akik sétáltak rajta, csúszkáltak rajta. A szeles időjárásnak köszönhetően kicsit rücskös a felülete, tehát a korcsolyázásra nem annyira ideális, illetve ráesett egy kisebb hó, ezért kevésbé lehet látni azokat a területeket, ahol elvékonyodik a jég, vagy valami nátszál, fa, uszadékfa esetleg a víz alatt megakadályozza azt, hogy elég vastagságúra hízzon a jég. Jelen pillanatban a szélén meg lehet próbálni csúszkálni, de beljebb merészkedni még életveszélyes és nem ajánlott. Ebben az időszakban is érdemes a Tisza-tóra látogatni, és egy profi túravezető segítségével bejárni, hiszen ilyenkor olyan helyeket lehet felfedezni, amik nyáron víz alatt vannak. Ilyenkor remekül láthatóak a hód vagy a vidravárak, és páratlan élményben lehet részünk, ha sikerül egy vadlú csoportot is becserkészni. Ha télen még biztonságos jégtakaró lesz, akkor a jégvitorlások is ellepik a tavat, ami a látogatóknak is egy páratlan élményt fog nyújtani. Minden évben jelennek meg jégvitorlások a szalóki jachtkikötő területén, szoktak jégvitorlázni. Ez a jég már az ő számukra lehet, hogy alkalmas, hiszen ott egy nagyobb felületen támaszkodik föl a jégen, a három korcsolya pengén a jégvitorlás, tehát ők is suhannak a jégen, tehát ők nekik a 4-5 cm vastagságú jég már elképzelhető, hogy megfelelhet, de vannak olyan mozgásai a víznek, ahol nem mindenütt fagy be. Illetve télen a madarak is látogatják a tavat jelentős számban, ugye vadludak, szárcsák találhatók, ők meg nem engedik befagyni bizonyos területeken a jeget, tehát veszélyes még azt gondolom még jégvitorlázni is.